Három év múltán. Riporter Vasali Imre, szerkesztő Varsányi Gyula. Azt hiszem 81-ben találkoztunk első ízben. Igen. És akkor még semmiféle nyomait nem láttuk az építkezésnek, csak elmondta, hogy vannak terveik, hogy beszállnak igen, ebbe az akcióba. Tavaly készült el, úgyhogy már búcsúra bent voltunk a lakásban. Emlékszem, amikor 81-ben találkoztunk. Elmesélte, hogy rendszeresen eljárt a főzés gazdálkodó tanfolyamra, amit aztán később varró tanfolyam követett. Sokan mondták azt, hogy a tanfolyamnak inspiráló hatása volt az építkező kedv létrejöttében. Két alkalommal is készítettem felvételeket is a Szegen. Ez a felvétel 81-ben készült. Egész télen jártam. Sokszor volt. A férje is. Egész télen volt, és én is jártam. Legalább így sokat tanultak és fellőttek. Utólag már őrült. Persze, mindig mást főz nekem. Minden nap más főzök. És a hagyományos cigányi terekkel hogy vannak? Azt most teljesen elfelejtik? Ja, az is elő van, hát persze, hát főznek az a íze, hogy is mondják, rongyos tésztát, és nagyon jó. Pláne nyáron lecsósan. Mindig ott voltam, minden nap ott voltam, amikor körülöttet ott voltam. Én is besegítettem, palacsintát sütöttem, vagy pörköltöt főztem, vagy levest, vagy mit tűntem, ilyen dolgokat mindig én is főztem. Azért csak jó most, hogy az ember tud, aztán az ember rájössz sok mindenre most, hogy... Mi az, amit nagyon megkedvelt maga is és a családja is? Például főzeléket, kelkáposzta főzeléket, még ilyen dolgokat. Jó, nagyon jól ízlik. Hát azelőtt hát sokszor nem tudták a cigányok, hogy miben van a vitamin. Ezért volt sokszor a sok betegség köztük. Ha jól emlékszem, 46-an voltunk. Minden héten egyszer volt foglalkozás. Farkas Mihályné, az Isaszegi Vöröskereszt titkára. Elmentünk együtt, bevásároltunk. Hóvégén milyen a keret, mennyi a pénz. Tulajdonképpen akkor a pénzzel való bánást is érintették. A gazdálkodást is, ez volt a fő hangsúly egyik, én úgy érzem. Korábban a főzelékféléket, tejet, tejterméket nem ismerték. Egy egyszerű krumpli főzeléket, mikor főztünk, akkor lepődtek meg, hogy ez milyen jó és milyen finom. Később aztán a férfiak is beszivárogtak, hogy hova járnak az asszonyok, mi az, ami vonza őket, ott sok minden beszéd elhangzik, orvosok, gyógyszerész, pedagógusok, tanítók eljöttek a helyes táplálkozásról, az öltözködésről, a higiéniáról. Beszélgettünk, hogy a gyerekeket írassák be óvodába, bölcsödébe, hogy el tudjanak menni a nők is dolgozni, besegítsenek a háztartásba. Ez a helyzet 1981-ben. Hektel szüle? Dehogy is, ez a nővér a szülőnek a Sherald. A Sherald? Ja. Itt, úristen, de ez lett volna az Andról. Micsoda? Ez az Andról. Na kérlek. A... Még a Rivizna? Az Rivizna. Ez van a Vendel, ez? Nem a Vendel, hanem a izének a... Pátrány? Nem. A Loncsosnak a fia, aki Újszalszon lakik. Jaj, tudom, hát az a Pátrány, azt úgy mondom. Igen. Pátrány, ez a kis Loncsos mondott. Aha, azaz. Ez mind az iskola, ahol van meg? Ja, hogy is, a cigányklubikor volt. De mi van? Híres. Akkor fője van a kapali madárig, az egész család, hogy vész, hogy mit van.
Majd most már nem tudom, megkérdezem a János, hogy az egyik kép az melyik. Persze, hát most már, hogy mi lett neki. Na, Akita-san! Akita-san, én még itt vagyok. Jaj, vadló! Itt van a foci. Akita. Figyeld, ezt figyeld, ez a Judy, igaz? Itt a Veszó, majd ki, figyeld. Hol gyűjt, jó? Szamant. Aztán tudjuk a mó. Csak ezen a kettőn vagy. Ez már nem az? Hát az, hogy a kettőn. Kajló. Ez nem az, hogy a kettőn. Finom lesz? Finom. Visszatányoknak a paradok umérja. Ez bizony. Ha mi is el paradok? Mi kell mondani, hogy a világ? Megint ez leír! Csak nem! De, jó! Tehát rengeteg lesz ez, meg sül ez, mikorra? Hát a bográcsba sül! Egy jó óra, ha szakad a bográcsba, megjön meg! Jó! Már neked van! Itt süssük a bográcsba! Egyszerre jön! A fasért! Szele mennyi fasért! Megnézzük a fasírtokat! Éva nélek szólni kéne majd! Ez átvonul egy-kettő. Dörög egész nap. Thank you.
teremben, aki cigány, aki magyar, mindenki egyaránt érezze az ő saját maga magyarságát. Köszönöm szépen. Most meg szeretném kérni Evelyn Robert alpolgármester úrunkat, hogy egy pár mondat elején nyissa meg a mondatot. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Először szeretném megköszönni magam és a nagyközségi önkormányzat nevében a meghívást, és köszönöm azoknak az önkormányzati képviselőknek, akik velem együtt eljöttek, hogy tiszteletet teszik itt a Romanapot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetünk, azért is, mert ez a mai nap azt fogja megmutatni nekünk és nektek is, hogy tudunk együtt munkálkodni, tudunk együtt dolgozni. Nem azért jöttem ma, és nem azért jöttünk ma ide, hogy ígérjünk, hanem hogy inkább kérjünk. Azt kérjük tőletek, hogy próbáljátok meg ugyanúgy élni, mint mi. Azt kérjük tőletek, hogy közösen próbáljuk meg ezt a települést szépen tisztán tartani. Azt kérjük tőletek, hogy a gyerekek ugyanolyan szépen tisztán járjanak iskolában, mint eddig, vagy ha lehet, még szebben, még tisztában, még nagyobb számban. És nem csak iskolában, hanem oldalában is járjanak, és aztán utána hátha majd a végsőbbiek során több lehetőségetek lesz nektek is, és nemünk is veletek együtt arra, hogy a ti ügyeteket még előrébb tudjuk vinni. Én nem szeretném tovább szaporítani a szót, azt kívánom nektek, hogy érezzétek jól magatokat ma, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Sok szeretettel köszönöm mindenkit, nem mondd elő, hogy ki vagyok. Én az országos önkormányzat megyei képviselő vezetője, alul Dadaszál a cigányőkkel, megyei közgyűlésnek a képviselőtagja. Amiért írtál, hogy szót kapjak, az azért történt, hogy az országos cigány önkormányzat elnökének jó kívánságait mondtam felétek. Sajnos nem tudott eljönni, mert nálok és tehát megyei Júliánál is van, és hát a közeledtség odaszorították elsődlegesen a Bács-Kiskun megyében. Nagyon örülök annak, hogy ennyien részt vettek ezen a romalapi rendezvényen, hogy ki tudjuk választani azokat a egységes fiatalokat, akiket felkulóban léptetni, tehát ha nem, hogy mondja, hogy nehogy sértő legyen, akik azok a rendezvényeket, ami nem cigány napokat tartalmaz, tehát a magyarok vagy más nemzetiségek a rendezvények, egy cigányság minden probléma, biztos fogunk beszélgetni, és ezen a problémákkal tudunk segíteni. Köszönöm szépen a figyelmet! És ezt engem ugyan már volt olyan cigány kisebbségi önkormányzat, de valahogy nem jutott el idáig az akkori vezetés, hogy egy ilyen roma napot létrehozzon. Mi, a mostani roma kisebbségi önkormányzat, nagyon örülünk, hogy ezt létre tudtuk hozni, meg tudtuk valósítani. Igaz, nem valami fényűző ez a mai délután, ez a mai est, de ez nem is érdekes. A lényeg az, hogy szívből jövő. És az a legfontosabb, hogy mindenki jól érezze magát. Kívánom, hogy legyen hagyomány is a Szegen a romanak. Kívánom, hogy ne csak a gyerekek merjenek magukból megmutatni valamit, hanem a felnőttek is legyenek részesei, ami ünnepségünknek itt is a Szegen. Én tudom, hogy vannak is a Szegen olyan roma emberek, akik nagyon jól festenek, verset írnak, vagy éppen jól táncolnak, énekelnek, csak hát nem mernek megmutatkozni a világnak. Nagyon kérek mindenkit, hogy a jövő évben megrendezésre kerülő roma napon a felnőttek is merjenek megmutatkozni, részt vállalni a roma napi készülődésben, illetve szereplésben.
Benne, kábel tévében. Hányas úr? Ja, szépen viselkedik. Nem írják ki egy ilyen? Hát, kábelben. Anyukát kell kifesteni. Anyukát? Azt mondom, hát nem. Tetszik? Ja.
Are you sure?
minden dolgot,